Széles lyukakat fúrtak a szakemberek a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképzőiskolája és Kollégiuma B épületének fala alá. Ezek segítségével állítják majd meg az épület alapzatának süllyedését. Tábla hirdeti, hogy az ingatlant 1910-ben adták át, és hogy híres festő és grafológus is tanult itt. Egy évtizede derült ki, hogy megsüllyedt az alapja. Akkor fa szerkezetet ácsoltak ide, hogy a járdára semmiféleképpen ne omolhasson vakolat. A városképi szempontból is fontos ingatlan azóta várt a felújításra, egészen idáig. Ez egy nagyon látványos dolog, amit mindenki, aki elhalad itt a városban az épület előtt látja. Falfülkéket vágnak a falba, azon keresztül átfúrják az alapot, és betoncölöpöket sajtolnak le egészen addig, amíg megfelelő szilárd talajt nem érnek el. Így lehet tulajdonképpen a teljes épületnek a mozgását megállítani. De nem csak az utcafronton, az épületen belül is folyamatosan dolgoznak a szakemberek. Most az alap megerősítése az elsődleges feladat, de a tervek között szerepel az is, hogy az egész épületet felújítják, sőt lecserélik a berendezést és digitális oktatási eszközöket szereznek be. Amikor a források biztonsággal rendelkezésre állnak teljes körűen, akkor tudjuk pontosan beütemezni az épületnek a további felújítási ütemét, hogy mikorra is készül el. Én a magam részéről, de ez az én vágyam inkább csak. Én nagyon szeretném, hogyha ha a következő évben, vagy legkésőbb 2021-ben teljesen meg tudna újulni az Adinak a B épülete. Az első körben elvégzendő alapozási munkálatokkal a tervek szerint viszont még idén elkészülnek a szakemberek.